Tizedik alkalommal hirdették meg a magyar kézműves remek pályázatot. Az idén rekordszámú 121 pályamű érkezett. A 46 díjazott egyike egy újpesti pályázó, Tímárné Molnár Márta a bőrműves lett. A magyar kézművesség mestereinek elismerésére hivatott magyar kézműves remek pályázatot első alkalommal 2002-ben hirdette meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Idén minden eddiginél több, összesen 121 pályamű érkezett. A nyertes pályázók ünnepélyes keretek között a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban vehették át elismerésüket július 2-án. A díjazottak között volt egy újpesti alkotó, Tímárné Molnár Márta bőrműves is. Újpest önkormányzatának elismerését Ladony Sándor önkormányzati képviselőtől vehette át. A magyar kézműves remek díjas bőrműves Újpesten a bőripari iskolában tanult cipőkészítőnek, majd bőrdíszművesnek, amit később tanított is. A szerelem az a kézműves része, tehát az valami olyan csoda minden alkalommal, amikor az ember valamit létrehoz, és tetszik az embereknek, hogy az maga egy csoda. Úgyhogy, és ez olyan jó dolog, hogy az ember ennek részese lehet. Az újpesti alkotó elárulta pályamunkájának különleges mintáját, legfőképp egykori tanára, Torma László restaurátor ihlette. Hosszú évek óta, 16 éve tartja a kézműveseknek egy tábort minden évben, és van szerencsém nagyon sok alkalommal ott részt venni, és hát tőle tanultam, és ő az, aki minden alkalommal elmondta, hogy és mikor látom viszont ezt a díszítési módot, és most tényleg kifejezetten ezt a díszítési módot, ezt a Laci bácsi kedvéért, és minden öltésében benne volt a szeretetem és az igyekezetem. A pályamunkákat július 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.